fiatalkori hipertónia. Egyre fiatalabb korosztályban is megjelenik a magas vérnyomás probléma. Internet hotline. Ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Termékvisszahívás. A cél, hogy a forgalomba kerülést követően kiderülő hibákat kijavítsák. Egyre fiatalabb korban probléma a hipertónia, azaz a magas vérnyomás. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A magas vérnyomás lassan népbetegségnek tekinthető, szinte minden családban előfordul. A betegség azonban megelőzhető. A prevenció része a sószegény életmód, a rendszeres testedzés, illetve a hal és gyümölcsfogyasztás. A kor előre haladtával viszont egyre inkább nőnek a rizikófaktorok. A hipertónia, azaz a magas vérnyomás a legelterjedtebb szívérrendszeri betegség. Az elmúlt években már nem csak az idősebb korosztálynál, hanem a fiatalok körében is egyre gyakrabban megjelenik. A fiatal életkor ez esetben nem csak 18 éves korig tart, vannak érett serdülőkorúak és nehezen érő fiatal felnőttek is, így akár egy 30 éves is a fiatalok közé tartozik, ennek megfelelően pedig változik a magas vérnyomás kialakulásának oka. A hipertóniának lehet elsődleges vagy másodlagos kiváltója is. Erről dr. Molnár László beszélt 35 perc című műsorunkban. Nyilván egy 14 éves korig lévő magas vérnyomás betegségnél mindig keresni kell a magas vérnyomásnak az okát. Az igazából egy jelenség, egy tünet nevezhetjük így is, aminek a hátterében valamilyen egyéb más ok húzódik meg. 14 és 18 éves kor között már igazából a multifaktoriális tényezők, tehát maga a családból hozott genetika, illetve a környezeti tényezők, amik szerepet kapnak ezen korkép kialakulásában, és 18 éves kor fölött pedig ténylegesen mondhatjuk azt, hogy ez egy primer folyamat, tehát a családi anamnézés, a környezeti ágensek, amik ugye szerepet kaphatnak, de nyilván a szekunder okot, tehát a másodlagos tényezőket mindig keresni kell, nem mondhatunk ki egy primer hipertóniát, csak úgy diagnosztikus kritériumok nélkül. Ha a betegnél nem mutatta ki más kiváltó tényezőt a vizsgálatok, akkor primer, azaz elsődleges hipertóniáról beszélhetünk. Ebben az esetben a szövődményekkel együtt végigkíséri a beteg életét a magas vérnyomás probléma. Ha viszont a páciensnek egy másik betegségből adódóan magas a vérnyomása, akkor az elsődleges betegség kezelésével ez a probléma is megszüntethető. Itt azonban nagy az esélye annak, hogy idősebb korban újra megjelenik a magas vérnyomás. A jó hír azonban, hogy a betegség megelőzhető. Igazából pont ez az a betegség, aminek a primer típusa megelőzhető lenne. Tehát itt, mint amit egyébként a média egyre inkább mond, és ennek most már jogalapja is van, tehát a mediterrán típusú diétának a folytatása, hal, zöldség, gyümölcs, bőséges fogyasztása, rendszeres testedzés, testsúlycsökkentés, sószegény diéta, ezek mind-mind olyan tényezők, amivel ez a korkép elkerülhető, vagy maga a korképnek a megjelenése elnyújthatóvá válik. Arra hajlamos egyénben nyilván kialakulhat valamikor az életkör előrehaladtával, de ez megelőzhető ezen szabályoknak a betartásával. Molnár László arról is beszélt, hogy saját tapasztalatai szerint sok új páciens nem próbálja ezeket a rizikófaktorokat csökkenteni, így rövid időn belül a felírt napi egy szem gyógyszer napi 2-3 vagy akár 4 szemmé válhat. Az életkor előre haladtával pedig egyre jobban kimerítik a gyógyszeres terápia tárházát. Új kampánnyal népszerűsíti jogsegélyszolgálatát, az Internet Hotline-t a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság július végétől. A kampány üzenete, hogy bár úgy tűnik, a gyerekek otthonosan mozognak a digitális eszközök és az új médiás tartalmak világában, valójában mégis bizonytalanul ítélik meg saját online cselekedeteik közösségi, etikai vagy akár jogi vonzatait. A kampány célcsoportja elsősorban a 11-16 év közötti korosztály. Ha te küldöd, nem para. Ha más küldi a nevedben, para. Így néz ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új kampánya. Emojikkal illusztrálják azokat a problémákat, amelyekkel a jogesélyszolgálathoz, azaz az internet hotlinehoz fordulhatnak a felhasználók. Ilyen például az adatokkal való visszaélés, a fenyegetés, az online zaklatás és a származás miatti kirekesztés. Az Internet Hotline 2011-es indulása óta már több mint 4000 bejelentést vizsgált a hatóság.
Az internet hotline csak bejelentések alapján dolgozik, az NMHH-t bárki megkeresheti, akár anonim módon is, ha egy felhasználó vagy weboldal ellen tenne panaszt valamilyen jogsértés miatt. Ennek a tartalmaknak azonban közösségi oldalakon vagy blogokon kell előfordulniuk, a médiavállalkozásoknak, regisztrált sajtótermékeknek a tartalmaival más hatóság foglalkozik. Hosszú évek óta megbízhatóan vagy stabilan a hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom az a kategória, amiben a legtöbb bejelentést kapjuk. Ez nagyjából a bejelentéseink negyede ilyen üggyel kapcsolatos. Ebben a kategóriában tartozik például, amikor egy képet a rajta szereplők beleegyezése nélkül tesznek közzé például a közösségi médiában, vagy valakinek a nevében hamis profilt hoznak létre, ahol aztán az ő képeit forgalmazzák. De ide tartozik az is, amikor valaki mondjuk egy intim kapcsolat befejeztével, bosszúból közzéteszi a partneréről készült felvételeket. Ez egy nagyon gyakori, és mint ahogy a példákból látszik, ez néhol kicsinek vagy jelentéktelennek tűnő, máskor viszont nagyon drámai eseteket is jelentő kategória. Az NMHH új kampányában 2000 gyermeket és szüleiket kérdezték meg média használati szokásaikról. Az eredmények alapján kiderült, hogy az online megfélemlítésnek leginkább kitett csoport a 15-16 éves lányok bizonyulnak. 27%-ukkal fordult már elő ilyen eset. A kutatásban résztvevők 23%-a találkozott az elmúlt egy évben olyan tartalmakkal, megnyilvánulásokkal, amelyek származásuk, szexuális hovatartozásuk, vallásuk vagy fogyatékosságuk alapján diszkrimináltak társadalmi csoportokat. Az életkor emelkedésével párhuzamosan egyre magasabb az ilyen tartalmakkal szembesülők aránya. A felmérés arra is választ adott, hogy a 15-16 évesek egyharmada legalább 4 információt megad magáról, valamint képeket is megosztanak magukról. Azok, akik találkoznak a korábban említett problématerületekkel, sokszor azt hiszik tehetetlenek, pedig az NMHH rögtön foglalkozik a bejelentett ügyekkel. Mi egy olyan eljárást valósítunk meg, amit a jogi köznyelvben értesítési eltávolítási eljárásnak neveznek. A tárhelyszolgáltatók vagy tartalomszolgáltatók, akiknek a felületein a tartalmakkal találkozunk, azok különböző módon felelősek azoknak a tartalmaknak a jogsértő vagy nem jogsértő voltáért. Nyilvánvalóan egy tartalomszolgáltató, aki valamilyen tartalmat szerkeszt, ír, felelősséggel tartozik azért, hogy ott miket állít, kiről mit mond és mit tesz közzé, hogy ez kinek a tulajdona. A tárhelyszolgáltatók viszont, akik például felületet biztosítanak ahhoz, hogy megoszthassuk a képeinket, tartalmainkat egymással, nyilván nem tudhatnak mindenről, ami az oldalokon történik, nem láthatnak bele a felhasználók adataiba. Viszont az elektronikus kereskedelemről szóló törvény szerint abban a pillanatban, amint valaki értesíti őket arról, hogy a felületükön jogsértő tartalom található, abban a pillanatban ők is felelőssé válnak érte. A bejelentés után tehát az NMHH megkeresi a tárhelyszolgáltatót, aki felel érte, és felhívják a figyelmét, hogy bizonyos tartalmuk jogsértő. Ezután pedig a tárhelyszolgáltató a hatósággal együttműködve elérhetetlenné teszi a már említett tartalmat. Az NMHH a Nemzeti Nyomozó Irodával is kapcsolatban áll. Ez azért is fontos, mert ha egy bejelentett pedofil tartalomról meggyőződnek az NMHH szakemberei, akkor az minden esetben rendőri bejelentést is von maga után. Sorra hívják vissza a termékeiket a gyártók, ezeket nem csak a gyártó kezdeményezheti, a fogyasztó is jelezheti a fogyasztóvédelmi hatóságnál, ha hibás terméket talál. Ráadásul az importőrt és a forgalmazót is termékfigyelési kötelezettség terheli, így mire a fogyasztóhoz ér a termék, már 3 hatóság átvizsgálja, hogy az hibás-e. Egy-egy termék előállításánál és forgalmazásánál számos jogszabályra kell figyelniük az érintett gazdasági szereplőknek. Ilyenek például a termékbiztonságra vonatkozó Európai Uniós jogszabályok, amelyeket minden tagállamnak alkalmaznia kell. Magyarországnak 2012-től saját piacfelügyeletről szóló törvénye is van. Ezek a termékbiztonsági előírások azonban nem csak a gyártóra vonatkoznak. Nem csak a gyártókat terheli felelősség a termékbiztonsággal kapcsolatban, hanem az importőrt és a forgalmazót is. Tehát ez az a 3 szereplője a termékbiztonságnak, amíg a fogyasztóhoz egyáltalán eljut. Az importőrnek kell azt ellenőriznie, hogy a gyártó megfelelte
eleget tette az előírásoknak, és ha ezt nem történt meg, akkor ő nem importőr állhatja, illetve a forgalmazónak pedig az előző két szereplő, tehát a gyártót és az importőrt is ellenőriznie kell, és csak abban az esetben hozhatja forgalomba a terméket, ha az mindenben megfelel az előírásoknak. A termék visszahívások célja, hogy a forgalomba kerülést követően kiderülő hibákat, amennyiben lehetséges, kijavítsák. A fogyasztónak piacfelügyeleti eljárás keretében lehet a biztonságot nem nyújtó termékekkel szemben eljárást kezdeményeznie. Élelmiszer, gyógyszer, műszaki termék, de például játék esetében is más hatóságnak van eljárási hatásköre. Ezért, ha a fogyasztó észlel hibát, érdemes a megyeszékhelyen működő járási hivatal fogyasztóvédelmi hatóságánál jelezni azt, majd onnan továbbítják az illetékes osztálynak az észrevételt. Ebben az esetben értesítik a gyártót, aki mintát vesz a termékből és megvizsgálja a hibát. De nem csak a fogyasztók észlelhetnek hibát, a gyártóknak is folyamatosan van termékfigyelési kötelezettségük. Van az egész Európai Unióra kiterjedő riasztási rendszer a piacfelügyeleti hatóságok között, aminek az a lényege, hogy bármelyik uniós tagállamban, ha találnak egy olyan terméket, ami a termékbiztonságnak nem megfelelő, akkor rövid riasztás alapján összes tagállamnak megküldik, így mindenki értesül arról, hogy a európai piacon mi az a termék, ami nem biztonságos, és akkor a saját országán belül tud intézkedni a megfelelően, hogy visszahívja vagy megtiltja a forgalmazást attól függően, hogy milyen jellegű a termék. A gyártó által kezdeményezett termék visszahívás esetén a fogyasztónak annyi a dolga, hogy visszaviszi a korábban megvásárolt terméket az üzletbe, majd ott visszakapja annak vételárát. Időközi polgármester választást tartanak szeptember 16-án Tiszavasváriban, mivel a város korábbi jobbikos vezetője Fülöp Erik országgyűlési képviselői mandátumot szerzett a pártja országos listáján április 8-án. Fülöp Erik májusban mondott le polgármesteri tisztségéről, mivel az összeférhetetlenségi törvény értelmében nem lehet valaki egyszerre polgármester és országgyűlési képviselő. A településen független jelöltként indult Badics Ildikó, aki a jelöléshez szükséges aláírásokat már össze is gyűjtötte. 2018. július 30-ától lehet az aláírásokat gyűjteni, ez egy hétfői nap volt, és nagyon sok önkéntes és civil ember vett részt ebben a munkában, hogy Tiszavasvári legtöbb lakosát fel tudjuk keresni, és kérjük a támogató nyilatkozatát, aláírását. És ennek az lett az eredménye, hogy szerda délelőtt már le is tudtam adni a szükséges meghaladó mennyiségű aláírás tartalmazó ívet a helyi választási iroda vezetőjének, így már elhárult az akadály, hogy hivatalosan is nyilvántartásba vehessen majd a helyi választási bizottság. Kifogástalanul szerepeltek a hazai koktél paradicsomok a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tesztjén. A szakemberek 16 terméket teszteltek élelmiszerbiztonsági és növényvédelmi szempontok mentén. Paradicsomonként 300 növényvédőszer hatóanyagot is vizsgáltak. Az ellenőrzött termékek élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontból egyaránt megfeleltek az előírásoknak. Beltartalmi értékek közül a cukor, a szárazanyag, a nedvesség és a savtartalmat egyaránt górcső alá vették a szakemberek, továbbá a paradicsomok C-vitamin és likopin tartalmát is mérték. A nyomon követhetőség feltételének is minden termék megfelelt, a jelölésre vonatkozó jogszabályokat betartották. A kedveltségi vizsgálat során szakértő és laikus kóstolók egyaránt pontozták a paradicsomokat, itt három magyar termék végzett az élen. A legjobb 8 között szeretne végezni a berlini Európa-bajnokságon Hellebrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló a kontinens bajnokság nyitónapján, augusztus 7-én áll rajthoz az 50 kilométeres távon. Pokrovenszky József tanítványa elmondása szerint élete legjobb formájában várja a versenyt. A hét első felében még napi 2-3 edzéssel készült a berlini Európa-bajnokságra Hellebrandt Máté, akinek a kánikula alaposan megnehezítette a dolgát. A tavalyi világbajnokságon országos csúccsal 6. helyen végző gyalogló mindössze 3. 50 kilométeres versenyén áll majd rajthoz a német fővárosban. Pokrovenszky József tanítványa elmondta, hogy egy magaslati edzőtáborral tarkított felkészülés végéhez közeledve optimistán várja az ebét.
Nagyon jó formában vagyok, edzéseken nagyon jó időket megyek, illetve a legkeményebb edzéseket is nagyon könnyedén meg tudom csinálni. Ezért nagyon izgatott vagyok, hogy fog sikerülni ez az Európa-bajnokság, mivel hát az én meglátásom szerint még a pályafutásom alatt nem voltam ilyen jó formában, mint most. Remélem ez majd ott Berlinben is, azon az adott napon, azon az adott helyen is ki fog jönni. Az 50 kilométeres gyaloglás részvevői egy 2 kilométeres pályán teljesítenek 25 kört. Erre nem csak fizikálisan, hanem pszichésen is fel kell készülniük a versenyzőknek. Fejben nagyon nehéz ezt végigcsinálni, majdnem egy 4 órás versenyről van szó, ami igazából 35 kilométernél kezdődik, olyan 3 óránál, és hát az utolsó 10 kilométer az tényleg nagyon kemény, és főleg, hogyha valaki holdpontba kerül, akkor onnan kimászni nagyon nehéz. Hát a taktikáról még nem nagyon szeretnék mondani, mert az úgyis ott fog kiderülni, hogy az időjárás is nagy befolyásolás tényező, illetve hogy a többiek hogy taktikáznak, hozzá kell majd kicsit úgy igazodnom. De megpróbálok majd a saját tempóban menni egy darabig, legalább fél távig, és akkor utána majd úgyis majd alakul. A magyar válogatott 33 versenyzővel szombaton utazik el Berlinbe. Az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye kedden reggel 8:30-kor vág neki a távnak. Hellebrandt Máté elmondta, ha csak valami rendkívüli nem történik, az aranyérem az eltiltása után visszatérő szlovák olimpiai bajnok Matej Tóth nyakába kerül majd. Ő az első 8 között szeretne végezni, lehetőség szerint minél előkelőbb helyen. A Magyar Kupa megyei selejtezőjének első fordulójával a hétvégén elrajtol a 2018-19-es futballszezon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 16 együttesből 2 kerül fel az országos főtáblára. A jövő hétvégén kezdődő megyei első osztályú bajnokság mezőnyében történt egy változás. A visszalépő Tuzsér helyét a Tiszakanyár foglalta el. A megyei első osztályú csapatok számára kötelező a részvétel a Magyar Kupában, az alacsonyabb osztályú együttesek számára pedig ajánlja az indulást az MLS megyei igazgatósága. 2 év a Baktoló Rendháza, a legutóbbi szezonban pedig a Sényű menetelt hosszan a kupában, megmutatva magát az ország nyilvánossága előtt is. Ezúttal 16 megyebeli gárda vág neki a sorozatnak. Nálunk 15 megyei első osztályú csapat nevezett, ugye a 16. a Kisvárda Masztergót 2-es számú csapata, ők azért nem, mert egy sportegyesület csak egyszer jogosult nevezni a Magyar Kupába, és ugye a Kisvárdának az első csapata NB1-esként majd az országos főtáblán fog belépni. Egyetlen alacsonyabb osztályú csapat nevezett a Magyar Kupára idén, a rakamazi Spartakusz SE, ugye a rakamaziaknak azért hagyomány, hogy a kupába elég sokáig szoktak menetelni, és volt már nem egyszer rá példa, hogy az országos főtáblára is feljutottak, sőt ott komoly eredményeket értek el. Mivel 16 csapatunk jelentkezett erre a kupa szezonra, így a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságának értelmében 2 egyesületet tudunk feladni az országos főtáblára, ezért 3 fordulót kellett rendeznünk, hogy a 16 csapatból először 8, a 8-ból 4, majd a 4-ből ugye meglegyen az a 2 együttes, amely a szeptember 22-i országos főtáblára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviseli. Az első forduló párosítása a következő, Rakamaz Nyíggyulaj, Tarpa Gyulaháza, Vásárosnamény Balkány, Mándok Máté Szalka, Tiszakanyár Nagyecsed, Baktoló Rendháza Fehérgyarmat, Csenger Tiszavasvári és Nagyhalász Ibrány. A kupa hétvégét követően augusztus 11-12-én elkezdődnek a bajnoki küzdelmek is. A megyei első és másodosztály mezőnyében is történt változás az elmúlt napokban. Ezúttal nem csak megye 3-as egyesületek léptek vissza a nevezés leadása után, hanem a Tuzsér révén egy megyei első osztályú csapat egészen pontosan visszakérte magát a megyei harmadosztályba, hiszen ott szinte mindenki eligazolt a megyei első osztályú keretből, és így nem tudták a megyei első osztályt bevállalni, tehát ők a megye 3 osztályba indulnak, míg a megye másodosztályú Tiszakóród viszont teljesen visszalépett, ők még a megyei harmadosztályba se tudnak elindulni. Ugye értelemszerűen a visszalépésnél, mivel van lehetőségünk egészen a bajnokság elkezdéséig feltölteni az osztályokat, ezt megpróbáltuk. A megyei első osztályban, mivel ugye 24 egyesületünk adott be amatőr licencet, még áprilisban, így értelemszerűen a feltöltési szabályzat figyelembevételével a feltöltésnél a következő csapatot kértük fel, ez pedig nem volt más, mint a Tiszakanyár együttese. Már a szezon elrajtól az átigazolási időszak csak augusztus 31-én zárul. Igaz, a játékosok ebben a hónapban már csak korábbi klubjuk hozzájárulásával cserélhetnek csapatot. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
A hipertónia, azaz a magas vérnyomás a legelterjedtebb szív- és érrendszeri betegség. Az elmúlt években már nem csak az idősebb korosztálynál, hanem a fiatalok körében is egyre gyakrabban megjelenik a vérnyomás probléma. A betegség megelőzhető egészséges ételek fogyasztásával, sószegény diéta és rendszeres testedzés mellett. 2011 óta már több mint 4000 jogsértő bejelentéssel foglalkozott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline szolgálata. Most új kampánnyal népszerűsítik az ingyenes szolgáltatást, amelynek célpontjában a 11-16 év közötti fiatalok állnak. A termék visszahívások célja, hogy a forgalomba kerülést követően kiderülő hibákat, amennyiben lehetséges, kijavítsák. Ha a fogyasztó észlel hibát, azt a megyeszékhelye működő járási hivatal fogyasztóvédelmi hatóságánál jelezheti. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 2-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Holnap napos, továbbra is meleg időre számíthatunk. A füllett időt, záporokat, zivatarokat okozó sekély ciklon pénteken távolodik térségünktől, északkelet felől szárazabb, stabilabb levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban többnyire derült lesz az ég, csapadék már nem valószínű. Az északkeleti szél hajnaltól néhol megélénkül, reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos időre van kilátás, időnként kissé több gomoly felhővel, amelyekből egy-egy zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Jövő hét végéig nem várható számottevő változás időjárásunkban, alapvetően napos idő várható, záporos csapadékkal, kánikulával, a legszárazabb idő most hétvégén lehet. Az első, jelentősebb lehűlést hozó hidegfront a jövő hét végén érkezhet.